Szavaztok, szép jó napot, mindenkit nagy-nagy szeretettel üdvözlünk a mai nap is. Készítünk egy kalléros csirkét, egy tűzdelt csirkét, vagy éppen egy tűzdelt grill csirkét. Hát majd döntsétek el ti, hogy igazából melyik név illik hozzá. Egy nagyon egyszerűen elkészíthető, nem mondom az, hogy egy diétás étel, de lényegében, aki csak a melléből leszik, mondjuk meg is lesz tűzdelve, tehát egy kicsit raffinériás a dolog, de hát majd mindenki eldönti, hogy az étrendjébe belefér egy ilyen finomság. Lesz mellé egy nagyon kellemes burgonyás köretünk, amit békönbe fogok betekerni egy kis rozmaringgal, na de ne menjünk ennyire előre, kezdjük az alapoknál. Na, nézzük a főszereplőt, van egy gyönyörű szép csirkénk, ezon körülbelül egy 30-as talán, de majd mindjárt megmérem és kiírom nektek, nem foglalkoztam vele fantasztikus, szép háztályi darab. Mellette láthattok egy nagyon pici fajat, azt is elmondom, mire kell majd. Békönt láthattok a tűzdeléshez, én már fölvágtam a tűzdelni való csikokat, és mellé helyeztem, ezek a gallérok lesznek, ugye, hogy ne kelljen majd locsolgatni állandóan ezt a csirkét, csináltam egy 5-6 darab gallért, azt föl fogom tűzni rá, és saját magát fogja, finom sertés szalonna zsírral öntözni maga a csirke. Na, hol is fejeztem be? Van egy fantasztikus fűszerkeverékünk, ezt is visszatudjátok nézni. Ugye csináltunk ilyen videót, ez effektív, specifikusan most a ö, csirkének a fűszerezéséről szól. Tehát ezt meg tudjátok nézni, és itt már benne is hagytam. Van egy kevés ö, zöldbors benne és koriander, ezen még török egy nagyon picit, és hozzá keverem ehhez, de a teljes recept visszanézhető. Megtaláljátok a videót, ö, és mellesleg a tűzdelésről is van egy videónk fönn tehát azt is külön meg tudjátok nézni. Itt effektív csak a csirkének a cicét, a melle fogom most jelen pillanatban megtűzdeni, ne legyen olyan száraz. Aki természetesen nagyon szárazon szereti, akkor hagy készítse úgy. Na, itt említettem nektek a burgonyát békönnel be és egy kis egész rozmaringgal meg lesz hintve, így fogjuk megsütni. Továbbiakban láthatjátok az előre, kicsit előre mentem, ne legyen a hosszú ez a technológia, előre mentem, enyhén sós vízbe megfőztem a burgonyát, megpucoltam, ugye azért említem nektek, hogy enyhén sós a víz, hiszen a békönünk sós, nem szabad, hogy túlmenjünk ezzel. Hát a szokásos, és szerintem nem is kell mondanom, zöld arany, petrezselyem, nem hiányozhat belőle, pontosabban mellőle, pontosabban alóla, de majd mindent mutatok nektek, és egy fantasztikus zöld hagyma, egy csomó hagymával fogunk, egy csomós hagymával fogunk dolgozni. Hát lényegében úgy érzem, el is mondtam minden. Ja, és bocsássatok meg, visszajövök egy másodpercre. Itt van ez a Tajim. Ugye belehelyeztem a csirke a talpát, belehelyeztem egy 0,33-as üdítő palacknak már az üres dobozát, Tettem rá alufóliát, erre fogom rá ráhúzni a fantasztikus csirkénket, és úgy megyünk tovább. De hát tényleg részletesen mindent meg fogok nektek mutatni. Első lendület, ami nagyon fontos, és ugye mindenképpen a tűzdelés előtt kell, hogy elvégezzük, az a csirkének a befűszerezése. Hát először is fölmelegítettem ezt a pici vajat, amit most rá fogok önteni. Ugye ezt nagyon szépen el fogom dolgozni rajta. Mindenhol jól át fogom kenni a kis testét vele, és utána jöhet a fűszer, ismételten jól át fogom dörzsölni vele. Ugye az a nagyon pici vagy, ami az alján marad nyilvánvaló, rá lesz locsolva. Ha szárazon hagyjátok nagyon a csirkét, akkor nyilvánvaló nem tudja fölvenni ezt a fantasztikus fűszerkeveréket, amit hangsúlyoztam, nézzetek meg, érdemes elkészíteni, és nézzétek meg, nem is kell nagyon bedörzsölnöm, hiszen csak lerázom róla a maradékot, és tökéletesen tudunk tovább dolgozni. Na, ezt megcsináljuk a hátuljával is, és azonnal már csak jövünk vissza, és megtűzdeljük ezt a fantasztikus kis madarat. Miután nagyon kellemesen befűszereztük a csirkét, ugye egy nagyon picit azért láthatjátok, hogy sárgás a árnyalata, mivel egy nagyon pici kurkuma is van benne. Tettünk a testüregbe, és alaposan jól átfűszereztük. Most jöjjön a tűzdelés, ismeritek tűzdelőtű, aki nem ismeri, az majd megismeri. Egyébként egy 1000 forintért lehet ilyet kapni, nagyon hasznos, Ő lényegesen megkönnyíti a munkátokat fogunk egy darab szalonnát, amit ugye előtte érdemes hideg helyen, tehát hűvös helyen hűtőbe tartani, hiszen akkor nagyon lágy a szalonna, sokkal hamarabb szalad, szalad, szakad, bocsássatok meg, és lényegében, ha meg túlhűtitek, tehát megfagyasztátok, akkor meg törik a szalonna, tehát a kettő közötti utat kell megtalálni. Látjátok a gyönyörű szép csirkének a mellét, egyszerűen megfogom, és a végénél elkezdve, megkeresem az utat, szépen meglazítom egy 4-5 húzással, és nézzétek meg, az első szalonka már benne is van. Hát így fogok eljárni körülbelül egy olyan 8 10 csíkkal, ami marad esetleg szalonna, ha többet vágtunk volna, az nyilvánvaló szépen oda a tálnak az aljába megy befele. Ennyi az egész, nagyon óvatosan, szépen dolgozzatok vele, nézzétek meg, benne van a második. Így fogok eljárni, 8-10 összesen, vagy 12, de meg fogjuk mutatni nektek, ha végzek. Hasznos megnézni a Tűzdelés című videót, ott sok hasznos információt tudtok találni maga a tűzdelésről. Tökéletes. Na, hamarosan jövünk, mutatjuk a továbbiakat. Nagyon kellemesen megtüzdeltük a madarunkat. Még annyit tettem, hogy összekötöttem itt a lábát. Érdemes összekötni, hiszen nem fog ide-oda lábatlankodni a madár, tehát kirúgni magát. Nagyon szép tartása marad. Na, lényegében ennyi az egész. Ugye most, ami jöhet, bele fogom helyezni a tajimba. Ezt egy nagyon picit félre is tesszük innen ide hozom a tajinnak az alját. Ugye látjátok, a pici szalonna darabok megmaradtak, nem baj, semmi gond, ez az alján ott ropogósra meg fog sülni, tökéletes lesz. Egyszerűen fogom egy mozdulattal, bele fogom helyezni a madarunkat, ugye lehetőleg ne szalonnára tegyük, hogy ne billegjen, és egyszerűen, bocsássatok meg, már jövök is, hozom a gallériát. Na, jó, tökéletes ide is jövök vele. A gallér, ugye, mint említettem nektek, itt már kölcsön is veszek fogvájót. Ugye a gallér arra kell nekünk, hogy ne kelljen nekünk folyamatosan locsolgatni ezt a madarat. Mindig fogunk egy kis gallér darabot, és egyszerűen egy fogvájóval föl fogom szúrni esetleg egy nagyon picit lehet takarásba is, ugye ezt a végén majd szépen le lehet venni, és nyilvánvaló, aki szereti a szalonnát, az el is fogyaszthatja, nagyon kellemesen folyni fog végig rajta a zsiradék, nem kell kinyitni, nyitogatni a sütőt, ez gyönyörű szépen, egyenletesen meg fog sülni. Lényegében itt a farhát részére én már nem fogok nagyon tenni szalonnát, inkább ide még a túloldalára egyet beillesztek. Ugye itt az első pontok a legfontosabbak, és jön az utolsó szalonka is. Hát ezt meg tesszük ide középre, hogy érezzük a törődést. Na, hát egyelőre elő van így készítve ez a gyönyörű szép madár. Most odébb teszem egy picit, és elkezdjük a burgonyát, a hagymát és a petrezselymet feldolgozni, pontosabban előkészíteni. Következő lépésként nagyon egyszerű a dolgunk, és szinte már mindjárt tesszük be a madarat a sütőbe. Tehát azért is mondtam nektek, ez az étel egy olyan ö, fogásnak is megfelel. Hazamentek max másfél óra készhajtok teljesen az egésszel. Megfogjuk a hagymánkat, gyönyörű, szép csomós hagymát, és pár pillanat alatt egyszerűen így fölkarikázzuk, nem kell finomkodni, itt ismételten mehet a Goromba stílus miután megvagyunk vele, látjátok, már megmostam a petrezselymet, jól kicsavarom, ezt egy kupacba összegyűröm, és ismételten gorombára mehet ennek is az összevágása. Tökéletes, fordítunk egyet rajta, nem kell semmiképpen finomra vágni, hisz ez megy rá a szalonnára, a hagymával együtt, és erre fog rá csücsülni a békönbe tekert, nagyon-nagyon finom burgonya. Tökéletes. Na, ezzel is meg vagyunk, jövünk azonnal, előkészítjük az alját. Ismét tovább léphetünk, egy nagyon pici takarítást csináltunk, ugye belehelyeztem két tégelybe, egy tégely zöld arany, egy tégely a gyönyörűséges hagymánk, egyszerűen nincs más dolgunk, csak gyönyörű szépen eloszlatni egyenlő részben adjából ezt az egészet, a petrust is és a hagymát is. Ugye, mint említettem nektek, erre már csak a békönbe tekert, gyönyörű, szép burgonyák fognak jönni, a szalonna elkezd sülni alatta, kapunk egy nagyon-nagyon finom szaftot, egyébként abszolút semmiféle víz nem kell rá, tehát teljesen mindent folyadék nélkül készítünk el, gyönyörű szép zöld arany lehet, hogy nem is teszem rá az összeset, sőt biztos, épp egy nagyon picit meg is hagytam majd a végére. Tökéletes, egy kézmosás, és neki látunk a burgonyának. Mehetünk is tovább, nagyon gyorsan fölöltöztetjük a burgonyákat. A burgonyáról egyetlen egy szó nektek, ne főzzétek halára. Én azt szoktam alkalmazni, amikor főzöm, megszúrom egy húsvillával, vagy éppen megszúrjátok ti egy hurkapálcikával, teljesen mindegy. A villát azért nem javaslom, mert szétnyomja a burgonyát, tehát a közepe egy nagyon-nagyon picit res legyen még, és itt a sütőbe igazából itt alakuljon ki a végleges sorsa a burgonyának. Na, megfogunk egy burgonyát, gyönyörű szépen meg van főzve, ugye is elkezdem egy békönnel gyönyörű szépen körbetekelni, fölöltöztetni, jöhet a második, ugye hát itt mindenki maga dönti el egyébként, mennyi békönt fog használni hozzá, nyilvánvaló, mennyire szereti, mennyire nem kettő darab fogvájó a végére, és megmondom, hogy miért szúrom meg fogvájóval, nyilvánvaló azért, hogy sütés közben ne rúgja le magát a szalonna, gyönyörű szépen maradjon egybe. Na, lényegében így fogunk menni, ezt így körbe fogom rakni a csirke köré, egy nagyon jól néz ki, kettő bombasztikus az íze és ugyan, amikor az összessel megvagyunk, akkor jön rá egy nagyon-nagyon pici rozmaring réteg. Következő lépés és teljesen ugye meg is vagyunk a csirkének a összeszerelésével, megfűszerezésével, pontosabban hát az utolsó lépésként egy nagyon pici, nézzétek meg, rozmaringot hozok rá, tökéletes. És így meg fogom hinteni a tetejét. Ez két erős csipet, amit rá fogok tenni. Egyébként nagyon kellemesen ez a rozmaring is meg fog pattanni, és ugye jó közegben van, hiszen egy nagyon kellemes szalonnára, békönre tesszük, tehát ízletes lesz. Na, itt a vége, fussel vége, és még egy pillanat, mutatok nektek még valamit. Egy nagyon pici, kis fűszeres gombócú maradt, ugye ebből a fűszerből, ezt én szépen ide a tetején rá fogom ültetni, ez nem is kell mondanom nektek, a hő hatására, ugye vaj van benne, gyönyörű, szépen ez is le fog folyni, és fantasztikusan meg fog sülni. Na, utolsó lépésként be van gyújtva a sütőnk, olyan 160-170 fokra föltettük, és a tajinnak a tetejével. Egyébként, hogy valakinek nincs ilyen tető, nem kell megijedni, akkor csak dobjatok rá egy fóliát, vagy éppen tető nélküli süssétek. Én most a tetős megoldást mondom nektek, tehát ezt ráteszem, az első fél óráig lesz ez rajta, utána le fogjuk venni, itt igazából egy kőkemény gőz képződést fogunk okozni, utána már csak fedő nélkül sütjük. Ugye a hőfokot mindig attól számítom, amikor elérte pontosan azt a hőfokot, onnantól fél óra. Ahogy szoktunk, bekukucskálunk a sütőbe, ugye ez nem maradhat el nálunk egy alkalommal se. Hát látjátok, levettem a tajinnak a tetejét, fantasztikus illatok vannak, kapott egy jó nagy adag gőzt, ugye látjátok ott legfölül az a kis fűszeres kupolából, kiömlött a vaj, a vaj ráömlött a szalonnára, a szalonnából a zsír ömlik le a csirkére, és a csirkéből pedig legalulra, ugye ott is van egy kis szalonna, petrezselyem, hagyma, ott fog gyönyörű szépen megsülni. A becsomagolt burgonyákkal sincsen gond, hiszen azon meg a békön fog ropogósra sülni. Na, lényegében ennyi egy kis bemutató most írok pár választ a levelekre, mert van időm, ugye azért hasznos az a sütési módozat, hisz itt lehet hagyni, nem kell foglalkozni vele, még annyit, hogy 190 fok, légkeverésre föltettem a sütőt, kezit csókolom viszont nézésre, itt lehet hagyni, és már csak akkor kell visszajönnöm, amikor megvan a végeredmény, én már érzem az illatából, de természetesen azért ide kukucskálunk rá. Ahogy végeztünk, megmutatjuk nektek. El is készültünk a pipivel, most vettük ki a sütőből, körülbelül egy 6-8 perce, hát ilyen gyönyörűséges lett, és ha ti elkészítitek, akkor nálatok is ez fog jelentkezni, ilyen kis kellemes étel fog várni a sütőből. Látjátok a kis szalonna darabokat, a kis gallérokat, én neveztem el gallérnak őket, hiszen hát betettük a gallért neki fantasztikusan ropogósra sült nézzétek meg, le is csípek egy darab fantasztikus gyerekek ropogósra van sül a szalonna ez olyan, mint a kint tűzön, pontosabban parázson sütnétek szalonnát, ropog az egész tehát már ezért érdemes, csak ezért megcsinálni de hát ugye az alatta levő tartalom is egy orgánum, mit mondjak nektek íz, orgia, nagyon jól néz ki nagyon finom az étel, törődést, hiszen szeretjük a törődést, de törődést nem igényel, beteszitek, ott visszamentek, kiveszitek, és a család elé teszitek, saját magatok és a kedves családotok örömére. Én azt mondom egy ilyen ételnek, akár vendég, akár barát, akár barátnő, teljesen mindegy, akár gyerekek, hiszen ott a finom mell puha húsa, ott vannak a jó kis szányak, én például imádom a szányakat, és természetesen combos vagyok, de ha nincs más választás, még a farhátnak is nekiesek egy picit, ott is szeretek operálni, hiszen imádom a csirkét. Na, fogadjátok nagy-nagy szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, hamarosan ismételten találkozunk egy következő és egy finom videóval, hát pontosabban étellel értitek. Szavaztok jó egészséget!